A hit számomra elsősorban nem előretekintést jelent. Szoktam mondani, hogy én nem töröm a fejemet azzal, hogy mi lesz velem, hogyha majd egyszer meghalok. Persze gondolkodhat ezen az ember. Nekem a hit inkább az itt és mostra vonatkozik, hogy itt és most mit gondoljak, mit mondjak, mit tegyek, hogyan éljem az életemet, hogyan viszonyuljak saját magamhoz, hogyan viszonyuljak a másik emberhez, mit kezdjek az életemmel. És a hit az nem más, mint egy eszköz abban, vagy egy vezérfonal, mérce, hogy az ember lehetőleg a lehető legjobb döntéseket tudja meghozni. Én egy elvakult, korlátolt, elfogult Jézus rajongó vagyok, ha lehet ezt így mondani. Nekem ez sok mindent felülír. Ha választanom kell, akkor a Jézus rajongásom az felülírja azt például, hogy magyar vagyok. Persze nagyon büszke is lehetek rá, teljesen fölöslegesen, mert arról, hogy magyar vagyok, arról nem tehetek. Ezt elfogadhatom tényként, legfeljebb örülhetek, hogy nem másnak születtem. Hát így. Gyurcsány Ferenc podcastje. Hallgasd Spotify-on és YouTube-on.